Kedves nézőink, ahogy ígértem, folytatjuk az esküvő körbenjárását. A következő percekben a fotózásról beszélgetünk. Gál Tamás a vendégünk. Szia Tamás! Szia! Hát én úgy tudom, hogy a te naptárad is tele van már szinte 2019-re. Igaz. Ezek szerint nagyon korán le kell foglalni tulajdonképpen egy jó fotóst. Mit javasolsz a kedves jegyes pároknak? Mikor érdemes? Pontosan így van, ahogy mondod. Tehát egyre inkább tudatosak a párok, én azt veszem észre, és egyre jobban időben kezdenek el szervezkedni. Hát ugye a jobb szolgáltatók azok nyilván hamarabb elkelnek, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy egy évvel mondjuk az esküvő előtt már érdemes azért szétnézni, megkérdezni a kedvenc helyünket esetleg, amit kiválasztottunk, hogy van-e már szabad, van-e még szabad időpont, és akkor ugyanígy igaz ez a fotósa is. Nos, hát akkor vegyük mondjuk azt az állapotot, hogy már ugye találkoztál, vagy legalábbis telefonon beszéltél az ifjú párral, és akkor innentől kezdve van egy pár hónap arra, hogy kialakítsátok a koncepciót. Gondolom, hogy ahány pár, annyi szokás, annyi elképzelés, és aztán persze látva a más párok esküvői albumait, vagy fotóit, ugye most már a közösségi oldalakon, Pinteresten, Facebookon, mindenhol fotók tömkelege, vagy akár ilyen albumokba is belepillanthatunk, akkor körvonalazódik, hogy ki mit szeretne. Bocsánat, de majmolják egymást az ifjú párok? Vagy mindenki próbál nagyon eredeti lenni? Hát inkább azt mondanám, hogy inspirálódnak azért nagyon sok helyről, ami egyébként nem baj, mert így egyre igényesebbek ők is, és egyre igényesebbek az elvárások. Így ez a szakmát is arra inspirálja, hogy egyre jobbak legyünk, egyre szebb dolgokat csináljunk. Úgyhogy szerintem ez egy jó tendencia, és igen, ennek örülünk mi is. Pár évvel ezelőtt volt egy Trash the Dress című, nem is tudom, őrület, ami ugye azt jelentett, hogy össze kellett koszolni a mennyasszonyi ruhát, valamilyen extrém helyszínen történt a fotózás. Ez még mindig dívik, vagy már leáldozóban van ez a trend? Igazából ez már egy pár éves dolog, azért ez most már lecsengett. Most már inkább elmozdultunk, én azt gondolom, hogy a természetesebb dolgok felé. Tehát inkább én legalábbis azt szoktam a párjaimnak javasolni, hogy ezeket a külsőségeket inkább hagyjuk, és próbáljanak meg egymásra koncentrálni, és így lesznek romantikus képeik, és olyanok, amik hozzájuk illenek. Tulajdonképpen akkor én úgy gondolom, hogy te tényleg megpróbálod elkapni azt a pillanatot, ami valami különleges, meghitt, belsőséges érzést, magát ugye a szerelmet szimbolizálja, tehát nagyon-nagyon résen kell lenni, és persze hát vannak olyanok, akik gondolom, hogy azért kicsit szégyenlősek, vagy visszafogottabbak. Hogyan lehet oldani az ifjú párokat? Természetesen, hát legtöbben úgy jönnek oda hozzám, hogy ők utálják, hogyha fotózzák őket, nem jól néznek ki, stb. Úgyhogy általában nem modelleket fotózok, ez így van. Viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy szimpátia a fotós és a pár között, és ez nagyon sok mindenen tud segíteni. Ez, ugye én igyekeztem úgy kialakítani a weblapomat, a bemutatkozásomat is, hogy a párok, akik ezt olvassák, ők már egyből ezt le tudják szűrni, hogy én mennyire vagyok nekik szimpatikus, mennyire vagyunk kompatibilisek egymással, és akkor így sokkal könnyebben át tudnak ezen zökkenni. Ez egy időigényes munka, azért valljuk be, hiszen legtöbbször nem stúdióban, nem otthon, hanem különleges helyszíneken készülnek a fotók. Nagyjából egy ilyen tényleg gyönyörű sorozathoz mennyi időre van szükség? Egy ülésben, vagy egy találkozásban készülnek, vagy esetleg többször is nekifutottok? Most már az a tendencia, hogy a kreatív fotózás, ugye, ami a beállított képeket jelenti, tehát amikor kimegyünk hárman, és akkor ugye csak az ifjú párról készülnek a képek, azt most már vagy az esküvő előtt, vagy az esküvő után készítjük el egy külön napon. Ez több szempontból is sokkal jobb, mint ugye az esküvő napján ezt megoldani, mert ott nagyon kell sietnünk, ugye esetleg a fotózás során összekoszolják a ruhát, ez stresszeli őket, hogy időben visszaérjünk, és ugye ez meglátszik azért a képeken is, illetve hát azért, ami a számomra ugye a legfontosabb, ugye a fényviszonyok, hogyha az esküvő napjára tesszük ezt a fotózást, akkor általában pont a déli időszak, amikor ezt meg tudjuk ejteni, és az nekünk a lehető legrosszabb. Ugye, hogyha kapunk egy tűzőfényt, az elég csúnyán tud mutatni, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani a párjaimnak, hogy
a késő délutáni órák, a naplemente előtti időszak, ami a legideálisabb. Ez tehát a kreatív fotózás, amikor tényleg az ember fantáziája szárnyalhat, és mindenféle különleges helyszínen és különleges atmoszférájú képek születnek. És persze ott vannak ugye magán a ceremónián készült fotók is, ahol már nem csak az ifjú pár, hanem az örömszülők és az egész nász nép is tulajdonképpen megjelenik. És úgy látom azért a képekben, hogy itt is ott van valami különlegesség, akár beállításban, akár az ellesett pillanatokban, akár a színekben. Tehát ugye nem a hagyományos fotózásnak vagy a híve, ez ebből is látszik. Pontosan, köszönöm ezt az észrevételt. Igyekszem azért ott is, bár ott azért megvan a kerete a dolgoknak, tehát ott már nem én irányítok, viszont ott inkább a háttérbe húzódva igyekszem elkapni ezeket a pillanatokat, és próbálok belevinni valami különlegességet mindig. Úgyhogy, körülbelül hány kép készül mondjuk egy éjszaka során, vagy egy ceremónia során, ugye valamelyik már elkezdődik délután kettőkor, és esetleg még hajnalban is ott van a fotós. Így van, hát előfordul, hogy még korábban kezdjük, ugye én általában már a készülődést is meg szoktam örökíteni, ahogy a könyvekben is itt láthattad. Onnan kezdjük a napot, készülődős képek, hogyha megvannak, akkor utána általában hajnal egyik, hajnal kettőig egészen ott vagyok. Egy ilyen teljes anyag, azt mondom, amit át szoktam adni, tehát nyilván azért több kép készül, de én egy olyan 6-700 képet szoktam átadni, amit teljesen kiválogatott és teljesen retusált elkészített anyag. És gondolom, hogy mindig nagyon nagy örömmel fogadják. Vannak egyébként kritikus mennyasszörnyek, akiknek semmi nem elég jó, illetve mondjuk nagyon negatívan reagálnak, vagy azért téged elkerülnek ezek a lányok? Nyilván belefut ilyenbe az ember, tehát azért ez elkerülhetetlen. Talán egy-kettő ilyen szokott lenni nekem egy szezonban, viszont szerencsére nagyon jó fejpárjaim vannak. Nagyon megnézik azt, hogy én hogy dolgozom, és csak utána foglalnak le, tehát általában nem éri őket meglepetés. Általában azt gondolom, hogy egyfajta színvonalat tudok hozni, és ez ennek így általában szoktak örülni, amikor megkapják a képeket. Kedves Tamás, hát gondolom, hogy rengeteg emberrel találkozol, amikor ki akarod pihenni ezt a sok-sok interakciót, akkor merre fordítod az objektívedet, mit fotózol legszívesebben? Hát általában arra fordítom, ahol kevesebb ember van egy picit, mert hogy azért egy ilyen eskü az nagyon le tudja szívni az ember energiáját. Bár tényleg a jó fejpárok azok mindig visszatöltenek, és az mindig egy jó érzés, de hogyha picit meg akarok nyugodni, vagy vissza akarok rászkódni így a hétköznapokba, akkor általában természetfotózás, amit szeretek művelni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönjük a szép képeket is. Köszönöm.